Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, ismételten íztesztel érkezem, ugyanis hónap eleje van, és hogyha jobban megfigyeled a csatornát, akkor így mindig hónap elején egy elég nagy adag likvidbe kóstolok bele a The Liquid City jó voltából, ahonnan ezek az aromák is érkeztek, ugyanis most egy kicsit rendhagyó módon csak aromákról beszélgetünk, nem longfillekről, hanem tiszta aromákról. Majd neked kell megvárni, hogy beérjen, tehát ennek majd több érés kell. A Culami német aroma gyártó cégnek az almárkája a must have érkezett hozzám, abból négy íz, és hogyha jobban megnézed a dobozokat és az ízeknek az elnevezését, itt van hashtag, H betű, meg minden, de hogyha te a termék család összes termékét kipróbálod, akkor a dobozokból szépen ki tudod rakni, hogy hashtag must have, és a cullamiról még azt is tudnod kell, hogy a The Liquid City-nél elég sok almárkájuk szerepel, méghozzá az Antimeter, a Damplifilon, a kopiket, és a Cat Club is megtalálható a gyártótól, de térjünk vissza a must have-hez, mert itt eléggé sokfajta ízt fogsz találni, hogyha minden betűt megveszel a dobozkából, mondjuk ki akarod próbálni. Így hónap elején én ezt a négyet kaptam, és itt kérem szépen, ezek között van fekete ribizli sajttorta, mogyoróvaj, vagy éppenséggel ilyen vegyes befőtt ízesítésű is, tehát mindenfajta aroma létezik. A bekeverése, na ez itt egy kicsit különleges volt, vagy különleges lesz, ugyanis már a Facebookra helyeztem ki egy kis vágott videót, amiben meg tudod nézni, hogy hogy is történik a bekeverés, mert hogy ezekben az üvegekben, flakonokban, ezekben a 120 ml flakonokban találod majd benne az aromát. De ezeket a flakonokat jelen esetben jóval de jóval könnyebb kibontani, ugyanis kívül van a pereme és szépen fölbontod, kiveszed belőle az aromádat, a 10 milli aromádat, visszajöntöd a 120 millis flaskába, ezek után pedig raksz bele azt, amit akarsz, hát így mondanám, amit én hoztam ki belőle, azért kérem szépen 4x 10 milli nikotin boostert öntöttem bele az elején, hogy a nikotin adag is meglegyen benne, és hogyha fölöntöm 120 millire 70-30 VGPG-vel, akkor 6,6 mg per milliliteres nikotin tartalmat tudok elérni ezeknél az aromáknál, de te is nyugodt szívvel ki tudod számolni, mert már van olyan videó, amiben a képlet szerepel, hogy hogy is kellene azt kiszámolni, hogy hány mg per milliliteres legyen a likvided, és ahogy mondom, ezek tiszta aromák, azt kell figyelembe venni, hogy azért egy hetet de inkább másfél hetet várjál vele, még érik, és én is kétszer kinyitottam az egy hét alatt, még ért, hogy egy kicsit szellőztessem, levegőzze, levegőztessem, és akkor ezt a mikrózást meg melegítgetést tessék nyugodtan hanyagolni, ugyanis, hogyha megnézed ezt, ez kérem szépen 7 nap után ez a mogyoró vajas likvid, ez gyönyörűen beszíneződött, elszíneződött, és beérett. A többinek is van kellő színe, és már íze is, mert ezeket is kóstoltam, így előjáróba, ahogy tudjátok, előtte valóban beüzemelem a gépeket, újra vattázom, hogy teljesen friss vattákat használjak a tesznél, hogy ne kapjak más tízt, ne keveredjenek az ízek, a vattákat is az oldalról szerzem be, mert náluk mindent be lehet, tekeréstől kezdve, meslapot, vattát, mindent meg tudsz tőlük, Vásárolni, és persze akkor a must have varomákat mondjuk. Kezdjük itt az elején, ami, hát kérem szépen hidegszőlő, sárgadinje, kaktusz, füge, passia, gyümölcs, mi minden van benne összekeverve, nálam ezt úgy hívják, hogy vegyesbe vegyesbefőtt és akkor mindig félek az ilyenektől, hogy majd milyen ízt fog kiadni, de nézd meg, megmutatom a dobozzát is előtte, ugyanis mindegyik doboznak a hátulján ide szépen rá is rajzolták, hogy mi van benne, ugye szőlő, sárga és a fügét is látom rajta, tehát a kaktusz nem nagyon jelölték be, hashtag látható ott, a másik oldalán ugyancsak, must have, és akkor a doffpum, és a votofóri körf, amire csepegtetek, Megnézzük, hogy működik-e 45 És akkor azt mondja, hogy hideg szőlő, így van? Hát a hideg szőlőt érzem rajta, az már az elején dominál, és nagyon üzletes a likvid, és nem annyira hideg, hogy le, lehűtse teljesen, lefagyjon a szám tőle, hogy rakjam, hogy lássad, így teszem, a másikat meg felborítom. Tehát nem annyira hideg, hogy lefagyassa a szádat teljesen, talán kaktuszt is érzek, mert most már érzem a kaktuszt, egy pár ilyen kaktuszos likvidet kóstoltam, és az elején azt hittem, hogy úgy is a kaktusnak, hogy milyen íze lehet, és a likvidekből tudom, hogy körülbelül ilyen íze lehet, és ezen érzem. A passion fruitot, a parsió gyümölcsöt viszont nem nagyon érzem, továbbá a sárga dinnyét sem. Na nézzük meg még egyszer. a szőlő és a kaktusz dominál az aromában elsőre, másodjára is mondjuk. Nagyon finom likvidről van szó, csepegtetek még rá, mert még szívni akarok belőle, ugyanis tudnom kell, hogy melyik lesz a legfinomabb, mert ebben a videóban is el fogom árulni, hogy nekem melyik íz lett a legjobban, hát ha téged majd ez bevisz a málnásba és azt fogod megvenni, de nem azért mondom, hanem azért, hogy tényleg elmondjam, hogy szerintem melyik a legjobb, viszont ezt mindig hozzáteszem, hogy az ez íz a szubjektív, ami nekem ízlik, arra lehet, hogy te azt mondod, hogy fúj, fúj. Na nézzük még egyszer a szőlőset. Mert én ezt a likvidet átkeresztelem szőlő kaktuszra, ugyanis ennek szőlő és kaktusz ötvözete van, nagyon kicsi hűsítése. és borzasztó finom, mert alig bírom letenni, pedig mennem kell tovább, és itt 6,6 mg per milliliter, úgyhogy mire végig írek, jól benikotinozom magamat. A következő lesz itt kérem szépen a ribizli sajtorta, ahogy látod a dobozán, ott a sajttorta mondjuk, és a ribizli is ott a tetején, és egy kis sziciliai citrom töltettel van, hát uh, citrom, sziciliai citrom töltet. Ezeket a leírásokat én nagyon bírom, és elég jókat mosolygok rajta, ez is egy kicsit vegyes hatás így a leírás alapján, megnézzük itt kérem szépen az okulába ebbe a jó magas drip-tippel, úgyhogy oda kellett figyelnem, hogy úgy csöpögtessek bele, hogy ne a liquid falát csöpögtessem össze, vagy a drip-tip falát csöpögtessem össze. Működik. Egy kicsi pattanás ugyanis tegnap használtam utoljára, és sajttorta. A sajttorta az megvan, ugyanis sajtortás aromát, likvidet szívtam már, de nézzük tovább. A citromot, a citromot az illatából érzem, az nagyon jó. Hűsítés ebben az esetben nincs, és eléggé kellemes desszert aromáról van itt szó, így második slukra már érzek benne talán mindent. Ribizlit. <laughs> lehet, hogy a legfontosabb összetevőt nem igazán. Sajtortát és a citromot. Azt viszont nagyon rendesen. És nem kellemetlen, nem tolakodó likvid. Igaz, hogy nálam hetes napot érett, és lehet, hogy majd a 14. napommal jobban össze lesz érve. Szerintem még ennél jobban összeéri, mert az ízek nem tolakodóak, engem ez nem bánt egyáltalán, hogy nem tolakodóak, nem, nem az van, hogy gejl, és akkor egyből azt mondod, hogy a, a második tank után, felöntése után azt mondod, hogy ez sok gyerekek. Ezt vagy lehígítom, vagy arrá teszem, aztán odalom a szomszéd gyereknek. Tehát nem sok, hanem teljesen harmóniában vannak az ízek, úgy érzem, hogy nincsenek annyira összekeveredve, hogy ez tényleg befőtt legyen, hanem érződik rajta nagyjából minden, a fekete ribizlit egyelőre én nem érzem, viszont ez azon is múlhat, hogy milyen gépben használod, milyen RDA-val mondjuk, vagy milyen RTA-ban, milyen porlasztós kazánban, hány watton, milyen levegőzés mellett, rengeteg, rengeteg változó van a dologban, és ezért te nem biztos, hogy ugyanazt fogod erről mondani. Lehet, hogy neked erről a, nem is tudom, mi jön ki, milyen sütemény, másfajta süteményt fogsz rajta érezni, viszont finomat fogsz érezni. Ez biztos, mert ez nagyon finom. És akkor itt a keverésre még annyit mondjak, hogy ugye 70-30 VG-PG alaplével öntöttem fel, mivel jelen esetben itt 10 milli aromáról van szó. Tehát itt nem PG-ben van hígítva, úgyhogy ezt a nagyon kevés ö, ö, arományi hígítást, ezt mondjuk én nem számolom bele, tehát azért nagyjából megmarad a 70 végés arány, és akkor jó kis gőzbajnok likvideket gyártunk, Nos, a következő lesz a Magyaró krém, vagy Magyaró vajas ízesítésű, amit már mutattam itt a flaskáját, ez rendesen beérett és szép színe van, és meg is illatozom, és gyerekek ezt nektek érezni kellene, sajnos kamerán keresztül nem lehet likvideket érezni, illatokat és ízeket, mert ez valami borzasztó, gyönyörű, Magyaró vajas illatot áraszt magából, és akkor hát én csináltam egy ilyet, vagy így, így a, így a flaskát, így és, és mogyoró És mogyoró és ezt azért csináltam, mert láttam egy videóba. Nem, láttam egy, egy likvid tesztes videót, néztem egy angol videót, és akkor ott megnyalt a Hát akkor nekem is lehet, és megnyalom, és csak egy nagyon kicsit, és komplet mogyoró na nem akarom ezek után majd kenyére kenni, hanem erre a votofó mes erdélyára csöpögtetni belőle jó sokat, hogy nehogy szárazat kapjak a mesről, vagy éppenséggel meggyulladjon, ahogy a múltkor írta a srác. Na nézzük meg, azt mondja 66, egészen pontosan 66 watton nyomjuk meg, működik. És hopp, egyből egy darab összetevőről van szó, tehát annak magyaróva íznek kell lenni. Hopp, ez magyaróva ízű és nagyon-nagyon kellemes magyaróva ízű, viszont ahogy látod, be van érve betyárul, de ez sem tolakodik, ez sem lesz az, hogy oly annyira, annyira édes, annyira, annyira gejl, hogy nem bírom szívni, hanem nekem, az én számízemnek pontosan megfelelő az erőssége, az íz fokozata, hogy fejezzem ki magam. Egyik aroma sem édes, túl édes, azt már le kell szögeznem, hogy a, há a három közül egyik sem az, hogy nagyon édes, tehát talán majd nem várható tőle a túlzott kokszolás, mert ezt is figyelembe kell venni. Hogy aki RTA-RDA-t használ, azoknak a, a tekerések az édes, nagyon édes likvidektől, a többlet végés likvidektől elég hamar bekokszolódik, és akkor talán 3-4 nap után már cserélni kell a likvid miatt a, a tekerésedet. Viszont ezeknél a, az aromáknál, a likvideknél nem érzem azt, hogy túl, túl édes lenne. Minden rendben van. Vaj. Ezt leszögeztük, hogy ez gyerekek, ez magyaróvaj, a must have-nek a magyaróvaja, az tényleg magyaróvaj, ezt már tudjuk. És akkor megyünk az utolsóra, ami megint csak egy vegyes befőt lesz, kérem szépen, a dobozzáról megpróbáljuk a leírást is előszedni. Friss gránátalma és lédús citrommal van keverve, egy picit hűsítően, tehát akkor ez is egy kicsit, kicsikét talán mentolos lesz, és elő, ezek a dobozok mindig el akarnak bőlni, és ez a flakon, ez így néz ki, és ennyire van beérve benne a likvid, tehát ez nem színeződött el. Az illata, az illata, az gránátalmás citrom. Ilyen savanykás, savanykás illatot érzek, és akkor megnyalom ezt is. Hm. Nagyon finom. Nagyon finom kell a savanykás likvid, mindig kell, szerintem kell egy kis pótlás, hogy nem mindig az édeset, nem mindig a dohányosat, és hogy látjátok, a must have-től négy íz érkezett, és négy szinte teljesen különböző ízvilágból érkezett, úgyhogy ez az aroma család talán le, tud fedni, le tudja fedni az összes palettát, amit te szeretnél mondjuk megkóstolni, vagy, vagy megkívántál. Na nézzük meg! Működik. és így van. Savanykás, citromos, gránát, alma, kérem szépen egy nagyon halvány, nagyon halvány hűsítéssel, ami brillírozik az azban. Brillírozik az azban, srácok. Ajjaj, nagyon gyorsan el fog fogyni. Ez rendben van. Talán ő az, akinek a, az erősebb a hűsítése, tehát mondjuk a mentol tartalma, ez már jóval hűsítőbb, mint az első termék, amit itt megkóstoltunk, és akkor itt visszamegyek erre, és ebből csepegtetek, mert nekem ez jött be a legjobban, ez a szöllős vegyesbefőt, ez nagyon finom, ez nagyon finom. Működik? Így van, így van, a kaktusz és a szöllő együtt mennyei hatást eredményez a számban ezzel a Votofo Recurve RDA-val, ezt is visszarakom. Amit észrevettem még ezekkel az aromákkal kapcsolatban, hogy borzasztó jó árban vásárolhatóak. És ahogy mondtam a videó elején, minden terméket be tudsz szerezni a Liquid még az alaplevet is, a Nikotin is, és egyben meg tudod vásárolni, nem kell átmened egy másik oldalra, hogy megvásárol magadnak. Továbbá, amit el szeretnék még mondani, a fennálló helyzettel kapcsolatban és a The Liquid kapcsolatban az, hogy jelen pillanatban, amikor a videót készítem, akkor ők még tudnak szállítani, és azt az információt kaptam, hogy ebben nem is lesz egyelőre változás. Mihez változás lesz, én is fogok szólni, kiírom mindenhová, ahová tudom, hogy változás van benne, tehát aki szeretné ezeket az aroma, aromákat beszerezni, a must have aromákat, azok jelen pillanatban be is tudják szerezni gond nélkül a The city ről akinek tetszett az íztesztem, és mondjuk ad a véleményemre, az nyomjon a videóra egy lájkot, akinek nem tetszett, az nyugodt szívvel diszlájkolja. A videó alatt itt a feje mellett fel is tudtok iratkozni, csengő gombot meg tudjátok nyomni, hogy kapjatok értesítést, mikor tettem ki újabb videót. Itt pedig kettő darab íztesztet láthattok a The Liquid Köszönöm szépen a figyelmet, a viszontlátásra!